Szerintem ilyen többet is írnak. Hosszú listával érkezett a Pup család ebbe a szombathelyi szakkereskedésbe. Három általános iskolás gyermeküknek veszik meg az iskolaszereket. A tankönyveket ingyen kapják, a többi szükséges felszerelés megvásárlásához nagy segítség számukra a családfő munkahelyétől kapott iskolakezdési támogatás. Iskolatáskát nem kell vennünk, toltartót nem kell vennünk, tornacuccokat nem nagyon kell vennünk. Megpróbálgattuk, mielőtt útnak indultunk, hála Isten, minden jó. Igazából a napi fogyóeszközt, a füzetet, ceruzát, vonalzót, radírt, ilyesmi apróságokat kell vásárolnunk. Nem kalkuláltunk árral, meglátjuk. Reméljük, hogy kijön ebből az összegből, amit kaptunk. Ebben a boltban több éves tapasztalat, hogy sokan augusztus utolsó napjaira hagyják a bevásárlást, ezért az igazi dömpinget akkorra várják. Jelentős az iskolacsekkel fizetőknek a száma. Hát többfajta utalvány iskolacsekket beváltunk gyakorlatilag az egész palettáról, amelyik felelhető, most itt az Erzsébet utalvány is belépett ezen a szolgáltatói piacra. Az iskola kezdési támogatása minimálbér 30%-a lehet, gyermekenként akár mindkét szülőnek adható. A híradónk által megkérdezett kafetéria forgalmazó szerint a munkáltatók körében idén is népszerű ez a kedvezményes adózású juttatás, változott viszont többek között a beváltás határideje. 2013. december 31-ig van lehetőségük az utalvány felhasználására a munkavállalóknak. Az előző években volt lehetősége munkáltatóknak az iskola kezdési támogatást készpénz formájába biztosítani. Ezzel kapcsolatban született változás még, ami azt jelenti, hogy csak utalvány formájába adhatják a munkáltatók ezt a támogatást. Idén már tankönyvekre is felhasználhatók az utalványok. Vas megyében kizárólag a szombathelyi egyes számú postahivatalban lehet ezekkel kifizetni a tankönyvcsekket.